Ordibálok? Igen, hangosan beszélsz. Nem beszélek hangosan. Oda menni. Nem fogja. Ő az én testvérem Zoltán, akinek mindig igaza van, s aki egy vérbeli vadász idestova 10 éve. Ez pedig itt én vagyok. Nekem a horgászat a fő hobbim, és egy jó ideje a filmezés. Mindketten átlag emberek vagyunk, és egy területen sem vagyunk profi. De a feszültség már gyerekkorunk óta jól érezhető között. Nem érdekel. A lényeg, hogy az egyik napon elhatároztuk, hogy fogjuk a hobbiainkat, és egybegyúrjuk filmek sorozatába. Mikben bemutatjuk, milyen is egy vadászat, vagy akár egy horgászat a mi szemszögünkből. Ez itt a Vadkaland. A vadászatban ezúttal egy különleges kutya, inkább mondjuk úgy, hogy egy igen nagy méretű kutya lesz a segítőtársunk. Jó, jó van! Igor! Jó van! Na, elég már összepiszkolsz, hello! Ül! Ő Igor az írfarkasunk. Hány éves Igor? 3 éves lesz most. Ugye, ez az hány kilós ez ön? Hát olyan 55. 55 kilós? 55 kiló körül. Aha. És vadászott már amúgy? Volt már vadászott? Egy párszor kivittük már nyúlra. Szegény kis nyulak. Hát neki nem probléma egy nyulat elhozni. Hát biztos. Nem párad el. Ez kb. Olyan, mint harcsázó bottas necit fogni. Az a baj, 110 liter vizet vagyok. Itt a tó kell. Az ilyen hosszabb utazásoknál szoktam érezni azt, hogy Gyula tényleg egy viharsarok. Hisz bárhová is megyünk, minden távolra esik. De a sok-sok órás utazás után végre megérkeztünk a szállásunkat adó hotelhez, ahonnan másnap korán indultunk útnak, mikor egy kis róka éppen hazafelé botorkált. Kis rókakoma után megérkeztünk Szanyba, de a célállomás megtalálása némi bonyodalmat okozott a számunkra. Ez a vadászház. Nem ez a vadászház, még arrébb van. Nem ez a zöld? Nem. Nem az a zöld? De azért, mert valami zöld, attól még biztos, hogy vadászház. Hát, nem szokott lenni. Hát nem. A bent és jobbra kell fordulni valahol. Vagy bal. Hosszas keresgélés után végül kiderült, hogy a zöld ezúttal sárga, és nem is vadászház. Idővel a többi vadász is megérkezett, és együtt indultunk soborba, ahonnan a nyúlvadászat a kezdetét veszi. Igen, nagy puli, hoppá! Kis plusz álló. Azt mondták, akkor a nyulak vannak itt, hogy két kutya kell. Milyen csak egybe hoztuk, mert nem kell annyit etetni. A rövid ismerkedés után finom falatok vártak minket, hogy erőt adjanak a vadászatra. Majd egy kis balesetvédelmi eligazítás után szokásos telefonja bátyámnak szállítójárművel indultunk a vadász terület felé. Sobori vadásztársaság területén vagyunk, ahol gyakorlatilag apróvadas terület, 4000 hektáron történik a gazdálkodás. Apróvadas terület lévén a nyúl és a pálcán az, ami a leggyakrabban bevételként szerepelhet a társaság gazdálkodásában. Emellett néhány nagy vad, pár szarvas, pár disznó esik évente. Külső szemlélőként az ember azt hinni, hogy a vadászok csak úgy a fejük után mennek, de szó sincs erről, mert hisz minél több a puska, annál nagyobb a felelősség, és annál nagyobb koordinációt igénye. Nyugodtan, mivel szoktak vadászni? Ez egy sörétes fer nevezetű puska. Ennek itt van, hogy fer. Ennek annyi az egyetlen különlegessége, hogy ez egy 16-os puska. Ezt egyedileg gyártották. Nem szokványos? A fer nem gyárt, csak 20-as, meg 12-es kaliberben. Ez külön megrendelésre készül. Ez egy 3,5 mm átmérő sörét szemekből álló patron, és 28 grammos. És ez milyen távolságból ülnek nyúlra? Hát egy... amennyire akarsz rálőhez, de a biztonságos lőtáv az egy olyan 25-30 méter között van. Lassan indulunk, de most már betöltjük a fegyvert és vadászunk. Elindult a vadászunk.
Ez körhajtásnak hívják. Ez úgy működik, hogy a leállók leállnak szembe, mi egy félkörívet fogunk be, és igazán összehajtjuk. Végülis a leállókhoz hajtunk, de becsatlakoznak majd a szélek leállításnak, és egy kört alkotunk. Na, megyünk összébb-összébb, egy idő után majd szól a vadászat vezető. Befele nem lövünk, mert már baleset. Itt nyúzoltál. Hozzad! Egyenesen belemegyünk a szembelevők, nem fognak azok belénk lőni? Hát ők is látnak minket, ők ugyanúgy nem lőhetnek befele, csak kifele. Hát de most is lehet belőni. Hát de ők még ott hol vannak tőlünk? Egy kilométerre. Hát jó, de hát utána meg nem fognak belénk lőni. Utána hogy... majd szólnak, hogy ne lőjenek. Nem lehet befele lőni, mert túl közel vagyunk egymáshoz. És mindenki csak kifele lőhet. Átengedjük a nyugat a soron, és kifele lövünk, ahol nincs senki. Ja. És ők ugyanúgy cselekszenek. Aha. Tehát hát így akkor nem sok esélyük van, nem a nyulaknak? Hát hogy ne lenne esélyük? Hát akkor a területen vannak, hát itt 1000 hektárt vadászunk. Most abból fogunk be egy darabot. Sehogy másképp nem lehet vadászni nyulra, csak így. Te egyesével mennél, hogy zavarnád? Jobban belegondolva, kár lenne vitatkozni a vadászok generációkon keresztül átadott tapasztalatával. Hisz jó magam is belátom, hogy hálóval könnyebb halat fogni. De ezúttal a háló rossz részén álltunk, mert a nyulak messziről elkerültek minket mindaddig, még nem a vadászkör vége előtt Igor végre újból szerepet kapott. Sebzett volt! Azért lőttem rá én is. Bevallom, én a nyúlnak szurkoltam a túlerővel szemben, de az végül mégiscsak terítékre került, Igornak hála, kit igencsak megviselte hajsza. Volt egy sebzett nyúl, elküldtük érte Igort, még én is rálőttem, és ott fogta meg. És csak, és most hozza. Az egy kicsit túlzás. Elfáradt csórok. Azt hittem jobb kondiba van. Szegény úgy jön, mint egy maraton futott volna. Hát nem boxba kéne tartani. Mint az életért küzdene. Igor! Úgy látszik, Igi nem nagyon akar visszatalálni. Nem vagy kondiba. Gyere! Megjött Igorka, szervusz. Fáradt vagy? Szegény alig él. Na ilyenkor van az, hogy ma annyira összeértünk, hogy nem lövünk befelé, csak kifelé. Aha. Hát csak felugrik egy nyúl, nem szabad lőni, csak ha elfut a hátrafele. Aha. És hátrafordulsz. Úgyhogy a puskát nem húzod át a soron, hanem felemeled, átteszed és onnan lősz. Mivel töltött fegyver, és nem irányíthatod senki felé. Elérkezett az első kör vége, minek talán Igor örült a legjobban, mert végre kipihenhette magát. Te megdöglik visszafelé. Kutya? Ja. Álltam, letettem, pedig nem szoktam. Na? Azt kellett volna felvenni, amikor... Bajom, nyugodtan nyugodtan lehet, kisípolom, kisípolom. Egy nyúl jött, azt is elcsesztem. Ja, hát az nem előfordul az. Ha bánt a dolog, megmondom őszintén. Sikerült valakinek lőni valami? Haló? Ja, telefon, pont jó. Végül sikerült egy nyúlat, igen. Aha. Úgyhogy, hát szerencsém volt. Kutyák ügyesen dolgoztak, szépen meglett. És messze volt, rájött, vagy hogy... Végül is a kutya keltette fel, egy kicsit inkább majdnem messze volt már, hát meg kellett várni, hogy a kutya elérjen ki, úgyhogy csak arrahozból tudjunk lőni. De akkor egy terítékre került. Igen. Köszönöm. A rövid kis élménybeszámolók után egy újabb vadászkörnek indultunk neki. Sorra követték egymást a vadászok, miközben bátyámon egyszer csak egy ösztönszerű aggodalom lett túl rá. Ott a jobb szélen, mi semmit nem fogunk lőni. Mert? Hát ha most megnézed az összetételt, kukoricaföld volt, húzavetés van, ott meg kukoricatarló van, itt meg kukorica. Hát ott még lehet itt is. Hát nem, ott lesz, majd meglátod a jobb szélen. És ha itt lesz? Fogadjunk. Nem fogadok, mert nem szeretek fogadni, lesz helyet, meg főleg nem. Mert ott be tud menni a kukoricába elbújni, ott még van elég kaja lent a földön.
Mondjuk te híres vagy arról, hogy mindig jól meg tudod választani a társasvadászatokon a helyet. Jó, a helyet azt nagyon. Pont te ne hülyé semmit. Hát ez ilyen. Egyszer megfogadtam, hogy többet nem fogadok bátyámmal, hisz mindig ő nyer. Így csak abban tudtam bízni, hogy ezúttal nem neki lesz igaza. De ahogy telt az idő, egyre több puska dördült a távolban, itt mi csak irigykedve néztünk mindaddig, még egy göringyen félrelépve megsérült a lábam. De elmúlik, haladjál már! Nem igaz, egy kis együttérzés nincs benne! Gyerünk! Bátyám kicsit nehezen fejezi ki érzéseit, de még ha nem is mondja, akkor is tudom, hogy néha aggódik értem. Hölgy lelőtt. A hölgy nagyon szépen lekapta. Ez a nyúlvadászat nehezebb, mint gondoltam. Mert ugye itt nincs idő arra, hogy becserkészük a vadat, hanem bármelyik pillanatban felugorhat, és futásnak eredhet, ami nagyon gyors reflexet igényel, nem csak a vadásznak, hanem a kamerásnak is. Mármint nekem. Hogy érzed, hogy itt most kéne legyen, jó? Mert? Ez repceföld volt tavaly. Látszik rajta a vadrepce. Szántás volt, nyári szántás. És azt szereti a nyúl? Tudomásom szerint. Reméljük, a nyulak is úgy tudják. A nyulak valóban bátyám elméletét erősítették, míg ezúttal egy ideig minden eddiginél ügyesebben kerülték ki a lövéseket. Ez a nyulacska is megszökött. Innen látszik, amit az előbb is mondtam, hogy igencsak nehéz dolga van a vadásznak. Hát már nagyon messze van. Meglőtte. Fomoly. Hé, hey, nehogy ide hoz. Ne, hallod? Hé! Hey. Nekem... Hát de... Én hoz... Szegény, szegény, ez megél. Ha. Ha. Ott, ez megél. Tedd magadéba. Nem harapnak ezek a nyulakzók? Próbáld ki, tudja fájának. Tényleg? Na, ugye? Utoljára bátyám egy mezősarokban szorított kisegérnél mondta nekem, hogy fogjam meg nyugodtan, nem harap. Mire én megfogtam, és az egyből megharapott. Na én azóta nem bízok az e fajta kijelentésekre. Na ég, egy újabb körnek. Ezt amúgy mi a különbség a mezőnyúl meg a háznyúl között? A mezőnyúl az, amikor megszületik, az szőrösen születik meg nyitott szemmel. A házi nyúl az vakon és csupaszon születik. Hosszabbak a lábai neki, mint a házi nyúlnak. És a szemük az miért van nyitva, amikor születnek? Hát nekik nincs szemhéjuk, a nyulaknak, mint látszik. Aha. És itt az a probléma általában, hogy ezért a szemén, a könnycsatornáin keresztül könnyebben fertőződik meg egy permetezésnél, és ilyenkor nagyon sok vadnyúl szokott elpusztulni. Végre egy kicsit pihenhetünk. És a lábom is egy kicsit pihenhet, a baromira fáj, de az egész van legjobb, hogy kajálhatunk. A rövid kis szusszanás után egy újabb vadászkörnek indultunk neki. Bátyámnak újabb kérdéseket tettem fel, de ezúttal a válaszadás sehogy sem akart összejönni. Volt valami emlékezetes történeted, ilyen nyúlvadászat során? A nyúllal kapcsolatban? Hát nyúllal kapcsolatosan, igen. Tehát a kérték. Várj, menjünk ki először. Kezdjük elő. De ne figyelsz, annyira lassan ráírunk. Nyugi már, hát csak tart. Hát azért. Veled amúgy is mindig csak. Nem, hát azért, mert azt akarom, jó sikerül. Jó, csak a kus. Volt egy vállalkozó barátommal vadásztunk egyszer nyúlra. Rálőtt a nyúlra, elfutott egy 20 métert, lefeküdt. Hát ez elment. Igor szerintem lehet visszakölni. Na nem fog, el fog fáradni már az elén. Gondolta, hogy felveszi. Oda szaladt, hogy gyorsan, hogy haladjunk. Két méter előtte felugrott a nyúl, megint elszaladt 15 métert. Megint utána szaladt, megint elszaladt. Megállunk. De mi még nem. Tudom. Azt mondta, hogy megállunk. Aj, még degesítsél már. Azt mondta, hogy megállunk. Mire várunk? Mit tudom én, Tomi?
mondjuk be még egyszer. Csak haladjunk. Hát Zoltán, hát de már másodjára. Hát veszem most is. Jó. Gondolt, hogy gyorsan felveszi, oda szaladt. Mielőtt odaért volna, 2 méterre a nyúl felugrott, és megint elszaladt 15 méterre. Na, ebben eljátszottak még vagy 10-szer, körülbelül 1 kilométerre lehettek, mire mi beértük őket, mert csak azt láttuk, hogy elfeküdtek mind a ketten. 5 méterre voltak egymástól, a nyúl is élt, még a srác is élt, és egymásra pislogtak, egyik se tudott megmozdulni. És akkor mi lett a vége? Egy kutya megfogta a nyulat. A srácot meg felsegítettük. Még egy fél óráig hányingere volt. Nagyon kimerült szegény. Végül a történet csak kikerekedett, és a többi vadász sikerélménye mellett már csak az hiányzott, hogy a szerencse végre mellénk álljon, és lőjünk pár nyulat. Nem nagyon akar szerencsénk lenni a mai napon. Már esett körülbelül 46 nyúl, mi még csak egyre bírtunk rálőni. Tehát ilyen ez a vadászat. Az, ami nyúl késik, az nem múlik, hanem hamarosan lehet ugrik. Az gyors reflexzum. Vigor a k***! A rohadt dög, hogy felugrott a nyúl, egyből utána rohant. Jön ott egy nyúl. De messze van. És nem bírtunk rá, nem bírtam tőle rálőni. Soha nem kapott lőszert a seggébe. A nyulak végre megjöttek a kör végére. Mi lassan a végéhez közelgett. Írországból származnak, ott vadászatra használták valamikor ezt a fajtát. Vaddisznóra, szarvasra vadásztak vele. Aha, de akkor nyúlvadászatra, akkor ez egy kicsit nagy azért, nem? Hogy hát szoktuk... nem nagy, mert teljesen mindegy mekkora a kutya. Nyúlvadászaton nem bokrok között kell menni legtöbbet, hanem szántóföldön, síkvidéken. Igaz, az a lényeg, hogy apót írózzon a kutya, meg elbírja a vadat. Aha. Erre a kettőre alkalmas. De most nagyon tudnál nyitni. De azért minden nyúl ennek a szájából köt ki, hogyha közelben van. Mert ritka nagy szája van neki. Ez az utolsó kör, úgyhogy most minden bizadalmunkat ebbe tesszük bele. Igen, hát a szerencsénk lesz az út. És még többet lövünk, és remélhetőleg Igor nem fog bele lépni a lövés irányába. Az utolsó körre gyors és fiatalos lendületre volt szükség, mire bátyám önként felajánlotta magunkat. Most mi vagyunk legelő, ami azt jelenti, hogy nekünk kell a legjobban sietni, hogy felvezessük a mögöttünk lévő sort, illetve ott előről így hozzuk a többieket. Muszáj ennyire siet? Muszáj, mert mi vagyunk az első. Hát jó van, de fáj a lábom. Vadászni jöttél. Ne nyavajunk. Nem nyavajunk, csak szeretnék lassabban benni. Te persze könnyen beszélsz, nem neked fáj a lábod. Sajnos. Az ilyen bírt ki. Hát de ez ennyire sietni? Ennyire kell sietni. De nem lehetne lassabb? Nem lehet. Na. Nem bírtam a kutyától lőni meg. Szóljál rá. Nem bírtam. Gyere. Úgy látom, ez a kör azért jó kezdődik. Leszámít a persze Igort, aki szokásához híve megint csak a puska útjába került. Kicsit meglepetésként hatott ránk, hogy nem érdek sok nyúl, ezért megpróbáltunk jobban résen lenni. Miközben én úgy éreztem, hogy kezdem megérteni a hajtás lényegét. Legalábbis ezt gondoltam. De itt akkora hely van közöttünk. Ne aggódjál már te ezen. Hát de ez így tuti nem jó. Tom, olyan idegesítő vagy még. Mert van véleménye? Nem, azért, mert olyanba ütött bele az úrod, amihez nem jön. Hát ez akkor sincs jól csinálva. De jól van csinálva. Nincs.
Ők még tolódnak felé, ne aggódjál már, inkább szedd azt a sérült lábát. Kösz, talán nem sietne ennyire, még utol is érnének. Talán több időre van szükségem, hogy jobban átlássam a vadászat mikéntjét, de nem most. Mert ahogy az idő telt, a sérült lábom egyre jobban elvette a kedvem a vadászattól. Valamire fáj a lábam. Úgyhogy egyszer legyünk már ezen túl. Semmi porcikám nem kívánja ezt. Most már csak az a kérdés, hogy Igor bírja jobban, vagy én. Szerintem Igor fog győzni. Nem tartom magam puhány gyereknek, mert a végsőkig tudok küzdeni. De ezúttal komolyan fontolóra vettem, hogy megállok pihentetni a lábam, mi idővel egyre jobban kikészül. De ahogy ezt kigondoltam, a helyzet még rosszabbra fordult, mi végképp megpecsételte a nap. A ügyes Igor megfogta. Igor megfogta. Tessék, vigyed! Nem hiszem. Kurcoljad. Nem hiszem. Messze van a hajtó, vigyed hát meg mozog lőni. Nem baj. Hát de vigyed már te. Akkor üsd agyon. Én nem ütöm agyon, hogy meg fog harapni. Nem harap meg. Hát ebben mindig a tisztán. Hát de vigyed mozog, fog már meg, én nem fogom. Nem fogom, vigyed, most már én megyek előre, mert... Üsd már meg. Hát üsd agyon. Én agyon ütöm. Üsd agyon. Megharapott, ezt nem hiszem el. Nézd meg. Így jártál, na. Akadt fel. Nem hiszem, nekem kell vinni ezt. Ha elfertőződik, akkor mi van? Na, bekötjük. Az elindul itt a piros csík nekem, vagy valami. Talán mégsem kellett volna bátyámban bízni, ezért szerencsétlenségemre ismételten pórul jártam. Melyik, hogy nem harap a nyúl? Hát én nem tudom. Vagy én ne vagyok ilyen szerencsétlen, vagy pekes, vagy én nem tudom. Hát, nem hiszem el. Mivel szégyeltem a dolgot, és mert nem akartam nevetség tárgya lenni, ezért eltitkoltam a többi vadász elől, eme mosolyt fakasztó eseménye. A vadászat után megadtuk a kellő tiszteletet a terítéknek, mivel elérkeztünk a nyóvadászat végéhez. Hogy jövöd meg elégedve a mai teljesítmény? Én nem teljesítettem a legjobban, de ez a kutya is bejátszott. Uh-huh. De ugye elégedett vagy? Igen, jót sétáltunk. Nőttünk, lehetőségünk volt. Szuper. Azt hiszem, hogy ezúttal is újabb vadászélményekkel gazdagodtunk, minek során rájöttünk, hogy Igorra ráfér egy kis testedzés, hogy a vadászház nem mindig zöld, és hogyha baljós érzésem támad, akkor ne hallgassak bátyámra. Melyik, hogy nem harap a nyúl?